Isten hozott, Robi, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki néz és hallgat ma bennünket ismét. Az Árnyék sorozatunk következő epizódjához érkeztünk, és ugye megengeded, Robi, most egy kicsit költői szeretnék lenni egy néhány másodperc elejéig. Tandori Dezsőtől hoztam egy haikut, ami így hangzik. Széthultam arra az egy darabra, ami mindig is voltam. Nekem ez egy nagy kedvencem Tandori Dezsőtől, mert számomra a spirituális útnak a célját magát fejezi ki. Azt csugalja ugyanis, hogyha minden sallangot, vagy árnyékmeink és traumáink okozta félelmeinket, kompenzációs viselkedésünket, hiedelmeinket, mint hagyma híjakat lefedjük saját magunkról, akkor érkezünk meg igazából a legbensőbb, legszebb részünkhöz, önmagunkhoz. Milyen változásokat tapasztalhat meg életében az, aki úgy emberesen beleáll az árnyék munkába és a traumaoldásba? Te például hogyan tudod leírni a saját átalakulásod? Miből lettél, mivé? Szervusz! Egy nagyon érdekes folyamat volt, és nagyon sok lépésből állt, sokkal több lépésből, mint azt hittem volna az elején. Valószínűleg az én esetem elég hasonló a többi emberéhez, ami azzal kezdődött, hogy valami szétesett az életben. Nekem elég sok minden szétesett, szétesett az egészségem, szétesett a munkám, és szétesett a kapcsolatom. Azt hiszem, hogy ennél több az ember nem is tud úgy újra mutogatni, és akkor, ahogy említettem, akkor két választás volt. Az univerzum mondta, hogy figyú, vagy folytatod a régi úton, az nem lesz hosszú út, vagy leülsz, és akkor elkezdesz tanulni, és kitakarítod magad, és akkor meglátod, hogy ebből mi lesz. És tehát ha te ismertél volna engem, és van egy pár bratok, akik ismernek engem, egy őrült voltam, egy csontőrült, de amúgy jó fiú, tehát úgy jó fiú, mérnök, tehát jó, tudod, jó beszédű, intelligens, tehát a vállalatok küldtek engem ide-oda, utaztattak, mert meg tudtam jelenni, de mikor vége volt, akkor egy teljesen más karakter, egy más árnyam, ugye egy őrült jött, aki partizott, bulizott, tudod, gyorsan vezetett, stb. Tehát nem, azért meg voltam magamhoz való esze, tehát nem voltam közveszélyes, de azért nem voltam az a messze az integrált ember. És amikor a világ szétesett, akkor nagyon-nagyon mérges lettem. Nagyon-nagyon úgy éreztem magam, hogy miért én. Ez a tipikus áldozati szituáció, hogy úristen, mi folyik itt? Nem is tudtam akkor, de most már így tudom, hogy ismerem ezt a komolyabb spirituális, meg a kvantum rezgéseket, hogy nagyon mérges voltam a teremtőre, mérges voltam az életre, persze mérges voltam ezen felül láthatatlanul anyámra, apámra, és akkor tudod, még ezer másik emberre, ez persze egy ego kivetítés, és az első fázis az arról szólt, hogy ebből az áldozati, dühös, megrekedt energiából elkezdtem magam felépíteni. És akkor a legeslegelején ennek az árnyék meg a traumoldó munkának az volt, hogy jobban lettem, jobb lett a közérzetem, már tudtam mosolyogni, a test beindult, már jókat tudtam beszélgetni emberekkel, és utána jött a következő réteg, akkor megint találkoztam önmagammal, de egy olyan aspektusával, amire azt sem tudtam, hogy ez létezik. Tehát tudod, tehát az ember, hogy jellemzi magát általában így a komolyabb belső munka előtt, teljesen más, mint a belső munka után. Olyan keveset tudunk magunkról, ezt szeretném kifejezni, hogy olyan keveset tudunk magunkról, tehát valahogy eszmetlen, csodálatos, erős lények vagyunk, de ez az ismeretlen, ez a tudattalan világ, ez olyan komplikált, és ez annyira valahol fantasztikus logikával bír, hogy engem ezt, ahogy bizony, ez engem most élt, ez éltet. Tehát elmentem egy ilyen, amúgy egy valahogy ilyen őrült, nagyon jó fej, jó dumás, jó beszédű, tudod, ez ilyen sales, meg marketing, meg egy mérnök világból, átmentem egy kis visszahúzódó tanulóba, és utána elkezdtem oldani magamon, és a dolgokat, és akkor átmentem egy nagyon mérges valamibe. Mert ahogy kezdjük az erőnket visszakapni, az a transformációs lépéseken keresztül, a személyes erőnket, a férfiak a férfi erőt, akkor a női erőt, nem látjuk, de eszméletlen hiányosságba szenvedtünk ebben. És ahogy oldjuk fel a dolgokat, egyre több erőt kapunk, viszont ez harag formájában jelenik meg bennünk. És akkor az ember azt mondja, hogy hú, valamit rosszul csinálok? És jogos a kérdés, de nem, hanem ez csak a velejárója. És egy pár hónap múlva ez elmúlik, de muszáj menni. És ahogy mentem át a lépéseken, észrevettem, hogy olyan sok félénkség van bennem.
Tehát a nagypofájú, partizós, tudod, amúgy előadó voltam még a mérnökvilágban is, tehát rengeteget szemináriumokat tanítottam, de az csont más szeminárium volt, mint az önmunka típusú szeminárium, mert az egy, megadták, hogy taníts meg nekik ezt, meg ezt a gépet használni, volt egy manuál, és akkor én azt letanítottam. Az önmunka az viszont annyival sokkal csodálatosabb, hogy végtelen. Minden ember egy kicsit más, vannak alapszabályok, vannak közös, hogy mondjam, olyan dolgok, amik mindnyájunkra igazak, és akkor ezen belül meg kell találni ennek az embernek, annak az egyénnek az egyén, vagy az egyedüliségét, tehát a uniqueness. És hogy alakultam, akkor rájöttem, hogy nagyon félénk vagyok, eszméletlen félénk voltam. Na most ez ember, mikor szembesül, főleg, mint a marha jó fej volt hosszú ideig, ez nagyon fura, olyan ütős. De el kell fogadni, ez egy árnyom. És utána akkor, hogy fejlődtem, akkor már előmertem adni, és találkoztam olyan sok, több ezer, tízezer ilyen bújtatott aspektusai, mert nem csak ebben az életben volt jelen, hanem az ősidőkből, ugye akkor Magyarországon nőttem fel, akkor ott is ez a rengeteg háborús energia, tehát alakultam át, és így röviden, tömören azt mondom, egyre bátrabb lettem. Na most ez a bátorság, ez érdekes dolog, mert a bátorság az egy dolog, hogy valaki bátor, de megmerünk-e lépni fizikai dolgokat is, és cselekedeteket is, és ez volt az, amit nekem tudatosan kellett magamat úgymond nyomni, hogy oké, most már feloldottad ezt az önszabotázsos mintát, már nincs, na akkor most lépj meg ezt a lépést. És akkor egyre több lépést tettem meg, egyre bátrabb lettem. Persze sokszor vissza kellett futnom az egérjük, mondom, fú, ez nagyon, nagyon, nagyon félő, ez ijesztő. És akkor így, lépésről lépésre, bátorságra, önbizalomra tettem szert, és ez úgy is jelentkezett, Szonya, meg, hogy sokkal jobban vagyok. Belül, egészségileg, a kapcsolatomban, tényleg olyan, ez nincs lehetetlen, ha így lehet így fogalmazni. Nagyon érdekes. Nem titok, hogy az árnyék integrációs technikát azt én magam is tőle tanultam, és hogy elkezdtem alkalmazni, nagyon érdekes megtapasztalásom voltak. Az egyik az az volt, hogy azt vettem észre magamon, hogy megszűnt az a gát, hogy én minden áron meg akarjak felelni. Tehát nem érdekelt, hogy ami kijön belőlem, az én vagyok az oké. És nem érdekelt, hogy a másik emberhez mit fog szólni. Nem tudom, hogy például ez egy sikeres árnyék integrációt jelent. Illetve a másik nagyon érdekes, amire kíváncsi vagyok, hogy te erre mit mondasz, hogy amikor én elkezdtem egy-egy árnyékot integrálni, akkor azt vettem észre, hogy olyan egy-két napig, de így felerősödik a hatása. Ez azt jelenti, mintha most így a sok millió szereplő közül, ami én vagyok, tehát árnyékban egyszer csak ő ugrott volna elő főszereplővé, és ilyen nagyon erősen éreztem, hogy ott van, és a késztetését a nyugainál. És aztán szépen így lecsillapodott, és béke volt. Ez itt normális? Igen. Vannak erre spirituális, meg energetikai magyarázat is, és az van, hogy ezek az árnyaink, ezek már több millió év ott vannak. És rezegnek a kollektívban, rezegnek bennünk, persze nagyon mélyen el vannak nyomva, meg vannak szégyenítve, és amikor felismerjük őket, akkor ez az árnyék, ez valami olyasmit mond, hogy na végre valaki észrevett, na végre valakinek volt annyi mersze, vagy bátorsága vesz, volt annyi mersze, hogy megmerte tenni ezt a lépést. És akkor egy kicsit tudod, ez a bármikor jön egy jó meglepi az életünkben, akkor végig gyorsan átfutunk rajta, hogy mi volt, ami nem működött eddig, és akkor egy kicsit dühös ez az árny. Hát mi tartott eddig? Hát nem. És akkor vagy de jó, hogy vagy, köszönöm, de. És akkor tudod, egy kicsit még dúl full, és egy pár nap után az integráció hatására meg szépen megnyugszik, tudod, hazajön, befogadjuk őt szeretettel, és akkor nem egy ellenség marad, hanem egy segítőkész és egy támogató partneré válik. Igen, egy csapatjátékos. Miből látod egy másik emberen azt, hogy miben láthatjuk egy másik emberen azt, hogy na most az árnyéka, valamilyen integrálatlan, fel nem ismert árnyéka nyilvánul meg belőle, illetve a kérdés a másik fele, mert ezt nem akarom elfelejteni. Ugyanis mi privátban beszélgettünk, és te megemlítetted nekem, hogy létezik egy olyan jelenség, hogy
a shadow laugh, vagy az árnyék nevetés, és nagyon érdekes dolgokat mondták. Erről beszélj nekünk, erről a két dologról, légy szíves. Oké. Hogy honnan látszik meg, hogy valaki árnyakot játszik le? Nagyon sok felfedezési módja van, és nagyon sokféleképpen jelenik meg. Viselkedésen keresztül, beszédformán keresztül, egészségben, kapcsolatbeli problémákon, anyagiakban. Mondok egy pár példát. Az az ember, aki például nagyon sokat körít, és van egy egyszerű probléma, és megkérdem tőle, hogy kérlek, mondd el, hogy mi a baj. Hát, tudod, anyu, mikor még 1962-ben, tehát ez már egy shadow, ez egy árny, hogy nem tudjuk kimondani, hogy figyelj, fáj a hajam. Oké, mióta fáj a hajad? Tehát az a lényeg, hogy amikor már integráltak vagyunk, nagyon precízen fogalmazunk. Nagyon kimerjük mondani az igazat. Az árnyaink viszont ez ellenszólnak. Kicsit finomabbak vagyunk, lábujjhegyen járunk. Próbálunk a másikkal udvariasan bánni, mert úgy érezzük, ezek mind árnyak, hogy ha mi nagyon gyorsan kimondunk valamit, vagy hogyha nagyon olyan erőszakosak vagyunk, hogy akkor megbántjuk a másikat, vagy megsértjük a másikat. És az érdekes az emberi viselkedésekben, hogy szinte minden egy árny kompenzáció. És minél tisztább az elménk, annál inkább így tudunk beszélni, mint te meg én. Hogy figyú, ez van, nem tetszik, let's fix it, csináljuk meg. És tehát a szövegkörnyezetből kijön ez az árny, a másik, meg hogy a kapcsolatokban. Például mikor minket zavar az a másik. Hát képzeld el, hogy neki pont az a feladata, hogy zavarjon, és hogy felvezetjük magunkba azokat az árnyakat, amiről nem is gondoltuk, hogy léteznek. De most te is ott vagy, mint egy hölgy, és akkor tudod, neked ott van, vagy volt egy férfi partnered, és ez megjátszotta a maga játszmáját. És akkor tudod, te nézed magad a magad szemszögéből, és nézed, hogy te ki vagy, és mit teszel? Ez mi? És a recept, ennek a lebontása egy teljesen más logika szerint vagy működik, mint amit mi hiszünk, mert te női szemszögből nézed, viszont ő a férfi energiákat reprezentálja. Ő a benned lévő megtagadott férfi energiákat játsza le. És vice versa. És tudod, a nőknek annyival egyszerűbb volt, hogy nekik volt egy úgynevezett ilyen support system, ilyen támogató rendszerük, ő maguk között tudtak beszélgetni, meg átbeszélni dolgokat a férfiaknak, eddig ez nem volt, de most már ez van. És a férfiak ugye nézték a nőt, és nem értették ezt a kaotikus, érzelmileg gazdag, csapongó, leföl, tudod, viselkedését, ami energetika, és ez a női energia, és nem tudták, hogy nekik igazán mi a feladatuk, és mit kell ezzel kezdeni. Hát ez is egy árny. Tudod, a jó fiú, anyám asszony katonája, megszégyenített férfi, stb. Nem tud mit kezdeni ezekkel az energiákkal. És ezért nagyon sok kapcsolat most pácban van, mert a háttérprogramot most már az égi azt mondják, hogy ismerd meg magad, az elmédet, az elme, az univerzum nyelve. Hogy jelenik meg? Valaki beteg? Minden betegség az egy traumából ered, azaz egy árnyvilágból. A bennünk lévő durvasság, a vadság, azaz agresszivitás, lehet, hogy passzív-agresszív, mert elfettük. Ezek mind árnyaink, és most már egyre több olyan klienssel dolgozom Amerikában is, és a Európában is, akik mondják, hogy figyelj, daganatos beteg vagyok, stb. És mondom, oké, kibántott. Bum. És utána mondják, hát ó, van időd, van. És akkor tudod, jönnek föl, és elkezdjük meggyógyítani a traumákat, és akkor a testnek az árnyai, hogy engedődnek el, úgy egyre inkább gyógyul a test. Tudod, órákig tudnánk erről beszélni. Tehát így, hogy az élet minden szintén megjelenik, és most egyre inkább evidensebb lesz az, hogy ez futtatja az életünket. Ezek a programok irányítják, befolyásolják a beszédünket, a reakcióinkat, az érzelmeinket, egészségünket és az egész mindent, az univerzális teremtést. Shadow life. Ó, de jó mondod. Köszönjük is vizet. Közben ma megint egy portálnak van, olyan szárasság van, olyan dehidrotáltnak érzem magam, de mindjárt mondom egy pillanat. A shadow life, ugye ez az árny nevetés, ez nagyon érdekes, mert mindenki csinálja. Marha komikus, mikor már tudjuk. És onnan két fő kategóriája van, az egyik az, mikor integrálatlan, a másik, mikor integrál. Az integrálatlan árny nevetés az az, hogy mondjuk van egy kis vállalkozó, és azt mondja, hogy
ez, mit tudom én, 3000 forint lesz. És ez, ez az, hogy ő nem érzi magát valamilyen szinten arra alkalmasnak, méltányosnak, hogy elfogadja azt a pénzt, és akkor próbálja ezzel az árnyevetéssel kompenzálni. Okay? És ennek vannak sokkal durvább formái, például aki általában mindenből viccet csinál, biztos találkoztam olyan emberrel, hogy hagyjuk már, a németek, pozitívra fókuszálj. Az például az a típusú mulatság, meg nevetés, az a lélekárnyunknak, az élettelenségnek egy kompenzációja. És előbb-utóbb ez kiégéshez vezet persze, és aztán meg az ember rakhatja össze magát. Vannak olyan nevetések, amik már messze nem ilyen bájosok. Vannak nagyon durva, és olyan agresszív, és olyan bántó nevetések. Tudod, amikor az emberből kijön ez a, mondjuk a majd rájössz, ha-ha-ha. Tudod, az már a gonoszságnak, a gonosz árnyunknak egy ilyen fedőtörténete. És több száz van. Tehát most már, ha ezt tudod, akkor te is hallgathatsz egyszerű televíziós riportokat. Mikor az ember kuncó, mikor az ember, tudod, kitör a röhögés, vagy kinyába röhög, az mind ilyen árnyevetés. Mikor az ember tényleg áldolgozta magát az az egymillió rétegen, akkor is tud röhögni, de akkor már nem gúnyos. Akkor már nincs benne negatív energia, hanem ez a voltam már itt, tudod, ez már, tehát akkor már nem rossz indulat, meg nem egy integrálatlan árnyat fed fel, hanem elismeri azt, hogy hú, ez kemény volt. És most már mindenket meg fogod látni, hogy az emberek beszélnek meg az utcán, vagy tehát tévében, hogy nagyon érdekes, hogy olyan szinten el vagyunk látva fantasztikus információkkal, mind azért, hogy jöjjünk rá, ébredjünk rá, gyógyuljunk, emelkedjünk, és így tovább. Viszont amíg ezeket az apró finomságokat nem tudjuk, addig csak, tudod, vagy megsértődünk, vagy nevetünk velük, amiből az ego később bűntudatot csinál, és így tovább. Téged hallgatom most már azért réges-régen, olyan nagyon nem régen, de mégis olyan hosszúnak tűnik az idő. Igen. Világos a számomra, hogy azért a traumák és az árnyékaink, vagy az árnyaink azért szorosan összekapcsolódnak egymással. Minden trauma során keletkezik árnyékunk, és eleve hogyan kapcsolódnak össze, vagy hogyan fognak össze a traumák és az árnyékok, mert a trauma, vagy az árnyék előadásodban elmondod, hogy például minden traumánk tőárnyékból ered. Jól emlékszem? Hát, tudni kell a definícióját a tőárnyéknak, tehát ennél kicsit több, de nem csak tőárnyékból, hanem a DNS árnyunkból, akkor a lélek árnyékokból és ősi történetekből. Az összefüggés a trauma és az árnyak között az, hogy a trauma az egy történet, az árny meg általában karakterek, amikről mi nem tudunk. Most van olyan, hogy árny karakter, és van olyan, hogy árny történet. Tehát mind a kettő egy picit más. Az árny karakter az a gonosz nő, az a vasorrubába, amit megszégyenítettünk, tudod? És az árny történet az pedig az élettelenség. Ezek a régi ilyen elnyomott ilyen furinka, nem tetsző történetek, és akkor abba meg kell keresni az árny karaktereket, lebontani, blabla, hiedelmeket, most nem akarok belemenni, tehát úgy lehet ezeket gyógyítani. Az a lényeg, hogy a traumáinknak, mert tudod, 14 típus van, és mindegyikben van több száz, és mindegyik megvan a maga kacifántos logikája, a traumáknak egy célja van egy magasabb síkról vizsgálva, azaz a törzsfejlődésünk, és azáltal felfedezni a mi életcélunkat. Tehát a mi belső ajándékunkat, az egyediségünket, és azt megosztani és szolgálni a teremtőt. Most ez lenne a szuper könnyű, tudod, ez a recept. Na most emögött van több tízezer lépés, meg tudod, galiba, meg kacifántosság, és a trauma, az több oldalból támad minket, mert az ego szereti a traumát. Az ego mire törekszik? Félelemre és bűntudatra. Tehát ő kimondott velünk olyan dolgokat, hogy jé, ezt most miért mondtam? Miért küldtem el őt oda? És akkor gyűlik a cuccos. Az egónak van még egy olyan utálatos tulajdonság, hogy rábeszél minket, hogy belemenjünk a traumatikus szituációba. Na, most mondok valamit.
Az árny karakterek irányítják az életünket itt lent. Ez az életsík, amit mi látunk, tudod, erről beszél, tudod, minden viszont innen jönnek a fűtőszálak, vagy innen jönnek az energiák. És például minden traumában ott van egy nagyon egy kegyetlenségünk, egy gyilkosságunk, egy agresszivitásunk, egy támadókészségünk, egy undorérzés, akkor rengeteg utálat, rengeteg ilyen sebezhetőség, az eszköztelenség, erőtlenség, a szeretetlenség, és tudod, ezek csak, mit tudom én most mondtam, 5 vagy 10 a 10 000-ből. És ez mind ott rezeg, és ezek az ány karakterek, az ego irányítja amúgy őket, úgy képzeld, mint egy nagy színpadi játszma, és ezek hozzák létre a traumát. Két oknál fogva, az egyik, az ego szereti a traumát, tehát van bennünk a belső ellenség, mint a Jézus is úgy hívott, hogy az ellenség az a házon belül van, bennünk van. A másik meg, hogy fejlődjünk, hogy jöjjünk rá, hogy ezek a kellemetlen dolgok, ezek azért vannak, mert ezt meg kell oldani, és a fal, a megoldási fal mögött van az az életcél, amiért mi jöttünk. Most a legtöbb ember hol akad el? Ha meg rögtön a legelején. Tudod, mert ijeszt. Tehát támadjuk a külvilágot, viszont minden támadás öntámadás, és akkor már a sok trauma miatt az ember leredukálja magát, és akkor ezért érezzük mi, amit a földi nyelven úgy hívunk, hogy önszabotás. Tehát jól értettem, akkor traumák során jönnek létre árnyék karakterek, akik aztán utána újabb traumákat képesek létrehozni. Igen. Így van. Így nagyon van. Ez egy eszmény komoly színház. Tehát ha tudod szereplőket, úgy képzeld el, hogy minden felvonásban van több száz szereplő. Mi meg igazándiból azok vagyunk, akit a végén így fölemelnek, és tudod, mindenki megtapsol, csak ezt mi nem tudjuk. És ahelyett, hogy mi csak boldogan meg elfogadva néznénk ezt a showt, mi szapuljuk. Oh, nézd, fekete ruhás! Oh, mindenkire csak haragszunk, természetesen ez kell, mert ez az ítélkezés, de mikor rájövünk, hogy bennünk vannak ezek az árny, meg ezek az elutasítások, ezek a diszonanciák, akkor elkezdhetjük élvezni a showt. Jól értettem, én azt, amikor én veled beszélgettem erről, én sokáig azt gondoltam, hogy oké, ezek az árnyi karakterek, ezek csak úgy jöhetnek létre, hogy tényleg én voltam valamikor az a gonosz, az a kegyetlen, az a hazug, az a gyilkos, stb. De aztán mégis megütötte a fülemet, ahogyan beszélgettünk, hogy te arra utaltál volna, hogy nem feltétlen én voltam mondjuk a kegyetlen nő, hanem egy bizonyos trauma szituációban, vagy egy szituációban, egy másik nő volt velem kegyetlen, mégis az én árnyék világomba zuhan be ez, mint árnyék karakter, vagy a kegyetlen nő. Ezt jól értettem? Igen. Az az érdekes az árnyakkal, hogy nem minden 100%-os. Tehát ez nem egy fekete-fehér játszma. Van, ami 1%, van, ami 10, van, ami 100. És a minél kisebb az arány, annál nehezebben veszük őket észre. Említettük, hogy mikor beszéltem veled, vagy csináltuk az interjút a traumákról, az egyik az volt, hogy most próbálom a magyar nevére, mikor valaminek a szemtanúi voltunk, valami bántásnak a szemtanúi voltunk. Amikor az erőszaknak a szemtanúságait hívtuk. Igen, oké, tehát az erőszak. És az történik, hogy mondok erre egy nagyon érdekes valamit, mert tudom, hogy már sok-sok interjúval ezelőtt ezt kérdezted, de most már van válaszom. Az volt a kérdés, hogy ez hogy jelentkezik meg, hogy hallom. Na, én kihallom, és mindjárt mondom neked. Tehát mikor mi valamit látunk, ami nem tetszik, akkor megrökkenünk, és olyan szinten nem hisszük el, hogy ilyen van. Nagyon sok minden megy át az elmén, azt mondjuk, hogy hú, ez meg vele történt, velem is megtörténhet. Hú, basszus, nem vagyok biztonságban. És akkor az ősi sebek kezdenek föltépődni. Mi van, ha ez velem megtörténik? Viszont nem ugyanabban a raktárhelyiségben tárolja el a tudattalan elme ezt, hanem egy másik raktárhelyiségben. Ezt tudják, hogy kvantum kvadránsok. 4 kvadráns van az energia, az idő, az űr és az anyag. És teljesen más ebbe a Descartes-i rendszerbe tárolja el az elme, és ez azért nagyon veszélyes, mert mi úgy érezzük, hogy mi ezt megúsztuk. Nem velünk történt, minden oké. Okay. Viszont 20 évvel később az a kvadráns átterjed abba a kvadránsba, mi vagyunk, és megtámad minket.
betegek leszünk, kapcsolatbeli problémák, anyagi problémák, és nem értjük miért. Azért, mert az, azért tudod, örülök, hogy csináltak ezt a sorozatot a traumákról, mert az ugyanúgy rezeg bennünk, mert elutasítottuk azt a gonoszságot, a csúnyaságot, az aljasságot, és add hozzá még a saját definíciódat, vagy definícióidat, többes szám. És ez úgy jelentkezik meg az emberek beszédbe, főleg gyógyulásnál, hogy mikor én mondom a klienseknek, vagy a szeminárnál, amikor mondtam, hogy ha te most vissza tudnál menni ahhoz az emberhez, aki téged bántott, kérlek beszélj vele, és mondj el neki dolgokat, amit úgy érzed, hogy a pezsgős üvegben, vagy belül ebben a kuktában nyomás alatt van, és ki kell, hogy adjad. És úgy válaszolnak, hogy én azt mondanám neki, hogy ezt meg ezt csinálja, és hogy ez így nem szép, és hogy legközelebb ne ezt csinálj. Na most ez egy teljesen diszociált, valami a diszociáció szerint, hogy az érzelmi testünk levált, egy tutti, vagy tutti, hogy a szemtanúja volt valami kegyetlenségnek. És akkor hagyom, hogy elmondják, mert ez egy fontos, azt meggyógyítjuk azt a kvadráns, és akkor mondom, elmondom neki, hogy te hallottad, mit mondtál? Nem, mit mondtam? Hát én ma kívül állóként beszéltél róla, tehát teljesen diszociált vagy. Én azt kértem tőled, hogy te mondd el neki. És nem tudjuk elmondani, amíg át nem megyünk ezen a lépésen, és ez annak az árnynak, ez a félénk, engedékeny, óvatos árnyainknak egy megjelenése. És utána, amikor tudod, megmondjuk a másiknak, hogy figyelj, anyu, most már kimerem mondani, de azért nem volt meg a bátorság, mert a bátortalan, a gyáva árnyaink ott dominálnak, és kint tartanak minket ezben a külvilágban. Oké. Okay. Bevallom, hogy az árnyék integráció folyamatában van egy olyan résztán, ezt most így elmondhatom, ahol ugye át kell gondolnunk azt, hogy az az árnyék, az milyen ajándékot adott nekünk, hogy mi az ajándéka annak az árnyéknak. És hát bevallom neked, hogy ez néha egyszerűen rettenetesen nehéz. Tehát különösen egy ilyen szituációban, ahol nem saját magam voltam, most ennél a példánál maradva a kegyetlen például, hanem valaki más tett velem valamit, ahol ez így az árnyék világomba került, hogy néha nagyon-nagyon nehezen tudom megtalálni azt, hogy mi ott az ajándék, erre valami segítséget tudsz elnyújtani, hogy lehet elindulni, vagy megkeresni, vagy megtalálni, hogy hogyan tudunk átbillenni ezen a nehéz pontján az integrációnak. Igen, nagyon sok kérdést kaptam erről, és ezért kell ismerni a spirituális pszichológiát. Tehát én általában nem szeretem az árny integrációval kezdeni, előtte még van még 10 000 megoldatlan réteg, de arra a legtöbb ember nem tud. Tehát mindig mondom, hogy kezdjük az elején. És az elején az, hogy oldjuk el az úgynevezett jelentős érzelmi eseményeket. És az ajándék, az nagyon érdekes, mert mondjuk itt van egy gyilkos, az a gyilkos árnyuk. Ebben van, mit tudom én, 10 mindenkiből. Van a kegyetlen gyilkos, az anyagyilkos, az apagyilkos, a gyerekgyilkos, és akkor tudod, ez nem is kreativitás, mindenki volt ezek. Persze, nem én vagyok az angyal, és az ajándéka majdnem minden árnyéknak van egy ilyen közös ajándék, a másik meg minden árnyéknak megvan a maga pszichológiája, hogy például a gyilkos téged megvédett. Életbe tartott. Tehát mikor például belegondolsz, te is erőszemélyiség vagy, tehát így tudunk beszélni, tudod, van közös nevező, akkor volt olyan, amikor valaki, tudod, már tényleg kihozott a sodorba, és akkor volt benne, hogy még egy lépés, és kitekerem a nyakad. Na, az a gyilkos áll. És megvédett. Megvédett a támadástól, megvédett a fizikai bántástól, az érzelmi bántástól, tehát adott igazán átmenetileg, persze jó, ez csak, utána integrálni kell, adott egy falat, egy védelmet, egy pajzsot, amivel téged életbe tudott tartani. Ez a lényeg a legtöbb árnyak, hogy életbe tart, egy életbe maradási stratégiának egy első lépése, amikor az árnyat teremtjük. Tulajdonképpen teljesen pozitív végkicsengése van, vagy használ, hiszen ha életmentő funkciója van. Igen, életmentő funkció, csak mivel meg van szégyenítve, és mi csak az érzelem világra hallgatunk, mert oda a logikát nem tanították meg nekünk, úgy szűrjük az információt, és a fontos információ hiányában hozunk, vagy vonunk le konzekvenciákat. Van ez az alaplogika, amiről én írtam az első könyvemet, és
Abba azt te is olvastad németül. Igen. És ugye ott van akkor abban az érdemtelenség, méltánytalanság, ott van akkor a biztonság, ott van akkor az egyedüllét, ezek ilyen nagyon érdekes egótrükkök, utána van akkor az önbizalom hiány, nem vagyok elég jó, ezek mind ősi sebek amúgy, akkor utána a hatodik fejezetben van a biztonság hiány, érzelmi és fizikai biztonság hiány, utána a szeretet hiány, és az a lényeg, ezt azért mondtam most így el, mert mikor mi keressük az ajándékot az árnyékba, ebből minimum egy hiányzik. És azt ez az árnyék nekünk megadta. És a legtöbbször, amit megad, az az erő. Lehet, hogy agresszív voltam, lehet, hogy hót úgy viselkedtem, hogy más csak a szemét forgatta, viszont nekem akkor megadta abban az erőtlen pillanatban azt az erőt, amivel én túléltem. És az érzem, a nem kívánatos érzemen keresztül felfedezhettem magamba, hogy itt van még korrigálni való. Igen, és én itt értettem meg azt hiszem, amikor veled erről beszéltem, vagy kezdem érteni és sejteni, de szeretném, hogy te végül is te magyarázzál el nekünk, hogy mi a teljesség. Mert hogy eddig azt tanultuk, hogy majd akkor leszünk teljesek és egészek, hogyha elkezdünk a fény felé törekedni, mindig a szeretet, meg a jóság és a többi, de ugye ezzel teljes mértékben ellenkező tanítasz nekünk, hogy nem fölfelé törekszünk, befelé mélyen, sötétbe is ott gazolhatunk az árnyék kertünkben, ahol mindenféle dolog van, amit nem szeretnénk, vagy ami pontosabban, ami nem tartozik már oda, illetve oda tartozik, mert pont ez a lényege a teljességnek, hogy szembe kell vele nézni, integrálni kell, és akkor válunk teljessé, hogyha elfogadjuk azt, hogy ezek is vagyunk és voltunk, vagyis vagyunk. Jól értelmezem akkor a teljességet, hogy azáltal válunk teljessé, ha minden, amit elfolytottunk, akármilyen sötét vagy, hogy kikukáztunk, visszavesszük magunkhoz. És azok is mi vagyunk. Tehát nem csak a fény vagyunk, nem csak a jó vagyunk, hanem az a sok sötét oldal is mi vagyunk. És akkor leszünk teljesen, akkor lesz béke. Szuper jó a kérdés, mert tudod, egyre inkább ébred fel az emberiség, és veszik észre, hogy ez a pozitív dolog, megtagadni a negatívot, az igazándiból az nagyon veszélyes, az betegségekhez és nagyon komoly életproblémákhoz vezet. A teljesség az egy nagyon magas szint. Tehát elmondom, menjünk egy kicsit lejjebb, tehát ez már egy űrhajó szintű. Akkor van egy olyan, amin a krisztusi tudatosságban ez az egység, ez a oneness. Az egység azt jelenti, hogy csontüres az elme, és nincsen dualitás, nincsen polaritás. Egyek vagyunk magunkkal, az a raktárhelyiség csontüres, és tudod, most már innen tudunk teremteni. Ez az egység, hogy nincsenek bennünk vélemények, nincs bennünk ellenségeskedés, nincs ellenállás, nincs negatív érzés, és ez igazán a feltétel nélküli szeretet, mikor már nincs bennünk polaritás. Tök nyugodtak vagyunk, békések vagyunk, és akkor tudod, úgy látjuk át a világot, hogy már nem a mi saját szűrőinkön és a tapasztalatainkon, rossz tapasztalatainkon keresztül, hanem már a gyógyultságunkon keresztül. Tehát ez az egység. Na, ez már nagyon kemény dió, ez már a krisztusi tudatosság. És ez a minimum, ezt úgy hívják, ez a minimum, legalábbis ez volt az eredeti terv, hogy aki ötödik dimenzióba szeretne menni, hogy minimum egységbe és krisztusi tudatosságba legyen. Na most az égiek közben látták az emberek az eléggé, tudod, ahogy mondtam régen, a térkép nélkül. Tessék? Eléggé le vagyunk maradva. Igen. És semmi gond, tudod, de most már hál' Istennek ébrednek fel az emberek, és ébrednek rá, hogy tudod, ez nem vicc, meg ez egy szuper fantasztikus jó dolog. És azt mondták, hogy kicsit lejavítik a mércét, vagy ezt a lécet. Ez azt jelenti, hogy már a magasabb negyedik dimenzióba is a mindset, vagy a gondolkodás mondat is be lehet menni az ötödik dimenzióba, és akkor amikor átmegyünk, az nem azt jelenti, hogy Marci hevesen, és akkor tudod, hurkakolbász szalonnal, meg Hawaii DJ napszemüveg, hanem az, hogy jól leszünk, egészségesek leszünk, szeretni fogjuk egymást, viszont nagyon kell tanulni. Tudod, megörököljük a földet, és akkor az a felelősségen jár. Na most. Ez az egység, és akkor ez e fölött van még csomó más szint. E fölött van a teljesség, amit te kérdeztél, és akkor az mi? Krisztusi tudatosságban most már egész jól tudunk manifestálni.
már nincsen, már tudod, valamire rágondolsz, például mint a meditációban, és akkor elkezded bevonzani, elkezded termelni, és jól vagy, örülsz. Mert tudod, mi tesz minket boldoggá, amikor valamit cselekedetünk, vagy valamit meg tudunk teremteni. Fizikai síkon, érzelmi síkon, valahogy, mikor ebbe benne van az udvarlás, benne van a kézi munka, ebbe valami, amit mi, amire büszkék tudunk lenni, és úgy érezzük, hogy van egy sikerélmény. A teljesség a technikai nyelv szerint 8 oktávval van, ami eszméletlen nagy távolság. Ez azt jelenti, hogy feladjuk a szabad akaratunkat is. A yin-yang, férfi-női energiákat, ellenállásokat, nagyon finom, több tízezer meg százezer finom energia van, amiről nem is tudunk még az út elején, ez mind integrálódnak, és ebben a teljességben ezt hívjuk szolár krisztusi tudatosságnak, azaz a, úgy hívjuk, hogy God consciousness, tehát az isteni tudatosságnak. Na most ezt nagyon sokan összekeverik az Isten komplexussal, az egy nagyon alacsony tudatosság, ez az ego. Ez van egy isteni tudatosság, és onnan tudod, hogy itt vagy, hogy így teremtesz. Tehát ahogy mondta, hogy ez van, ez így lesz, és ez van, bum, és ott van. És ez egy olyan fantasztikus álom, majdnem sokaknak elérhetetlen, de hát ezért vagyunk ennyire erős lények, hogy ez így lesz, és így van. De ez nem megy egy eszmetlen üres, kiürített és egy integrált elme nélkül. Mert minden, ami ezzel ellenáll, tudod, kételyek, félelmek, jaj, mit fog szólni a szomszéd meg, tudod, ízleni fog, tetszeni fog, tehát ott van több tízezer ilyen ellenpólus, meg ezek az árnyak, ez lehetetlené teszi az itt létezést. Na azért mondom mindig, hogy lehet kicsit, tudod, már van ugyanaz a szöveg, hogy dolgozunk magunkon, ürítsük ki az elmét, eszméletlen mély, sokkal mélyebb, mint azt hittük, de marha jó lesz, mert akkor úgy fogunk teremteni, hogy rágondolsz, nem létezhet a betegség, nincs probléma. És tudod, ezért mondom, hogy a magasabb tudatosság mindig meg tud oldani egy alacsonyabb tudatossági problémát, még az Einstein is mondta, hogy azzal a szintű gondolkodással, vagy tudatossági szinten nem fogjuk tudni a problémát megoldani, mint ami azt teremtette. És ez azt jelenti, takarítsuk ki az elmét, menjünk föl, lássunk rá egy más szemszögből, és nem... Az embereknek az a legnagyobb problémája, hogy néztem, hogy eleve sok, nagyon sok a spiri hablacs. Csak ezt kell csinálni. Figyelj, semmi gyakorlatiasság nincs benne. Az igazi probléma az, hogy azt hiszük, ez megint egy egótrükk, hogy egyedül kell csinálnunk dolgokat. És nem így van. Azért kell kitakarítani az elmét, hogy a teremtő segítsen nekünk. Ő fogja a 99,9%-át csinálni a dolgoknak, mi csak azt mondjuk, hogy én ezt szeretném, köszönöm. Bum, ott van. És most ez, tudod, hogyha a két szintet, vagy ahol a... Én is indultam, ez eszméletlen nagy, egy millió lépcsőfokos különbség. Én mindenkinek ezt kívánom, hogy ezt jöjjön, mert fantasztikus. Felelősséggel jár, tehát ki kell takarítanunk azt a rengeteg felelőtlen, tudod, árnyoldalunkat, meg az elkerülését a dolgoknak, meg a lábujjhegyen járás, mert itt nincs lábujjhegyen járás. Tehát tudod, ez a lényeg, hogy itt szeretnénk lenni, erre vagyunk tervezve, és a törzsfejlődésünkbe magunk az inkarnációra betettünk olyan lélekszerződési lépéseket, meg pontokat, hogy ha ezen átmegyek, akkor eljutok ide. Most jön az ego, a félelmek, stb., és az mind azt mondja, hogy ne, már mindent tudsz, és akkor maradunk itt. Ezért vannak a földi síki problémák, mert tudjuk, a lélek tudja, hogy itt van, viszont az elme és a régi traumáink, emlékeink viszont ezzel szembeszállnak. Nagyon szeretnék ide jutni. Kemény meló. Nagyon hálás, köszönöm neked, vagy bocsáss meg, közbe vágtam, mi szerettél volna mondani valamit? Nem, én csak mosolygok. Szóval nagyon hálásan köszönöm, hogy ma is behoztad a tudásodat velünk, nagyon érdekes beszélgetés volt ismét, és szeretném elmondani, hogyha már ilyen különböző sorozatokban fogtunk, hogy köszönjük szépen, mert nagyon sok kérdést kapunk, tehát hogy miről szeretnétek videót hallani, vagy hogy miről kérdezem a Robi, és ezúton üzenem, hogy rajta vagyunk, tehát minden kérdés eljut a Robihoz. Igyekszünk mindenféléről videót csinálni, hogy mindenféle kérdést megválaszolni, amit eddig kaptunk. Sajnos nem megy olyan gyorsan,
de rajta vagyunk, tehát tervezünk videót készíteni a közeljövőben pénzről, szegénységről, gazdagságról, igen, nagyon sok érdekes információval tud a lobby szolgálni, illetve bántalmazó kapcsolatokról, ami nekem biztos, hogy egy cigám csücske téma lesz, és akkor még hasonló témákról, Magyarországról, és milyen lehetne Magyarországot, Magyarországon az alaphangulatot, vagy az alap lelkületet egy kicsit magasabbra emelni. Remélem, jól mondom. Úgyhogy ez a tervünk a jövőre, tartsatok ki, lesz mindenről videó, és köszönöm szépen, Robi, mára ezt a beszélgetést, és akkor várom, hogy legközelebb is találkozunk. Én is köszönöm. Szia, és sziasztok!